Sziasztok! Egyre durvul a helyzet. A YouTube 2 héten keresztül most nem enged feltölteni videót a Hobbista csatornára. Egy 2021-es korábbi adásunkat találták gyűlöletkeltőnek. Nyilván a feljelentő aljas ávós házmesterek munkájának köszönhetően. Sajnos ezzel szemben eléggé tehetetlenek vagyunk, illetve nem, itt van nekünk szerencsére ez a Rumble csatorna, ahol most nézitek ezt a videót, úgyhogy ha még nem iratkoztatok fel, akkor a leírásban megtaláljátok a linket a csatornára, ahol fel tudtok iratkozni, illetve ha kéretem, akkor adjátok tovább a hírt, hogy itt a Rumble-ön lehet nézni a Hobbista adásokat. Minél többen most már vannak olyan videók, amiket 6-7 ezeren néztek itt, ez óriási szám a Rumble-en, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy ilyen tempóban megyünk fölfelé. És azért is nagy köszönet, hogyha a webshopban vásároltok pólót, www.hobbistawebshop.hu, például a béke tematikájú pólók, de még rengeteg nagyszerű lipsi pukkasztó mintánk van, úgyhogy a munkánkat is nagyban segítitek azzal a vásárlásokkal. Póló, bögre, törölköző, táska, most jönnek az autóillatosítók is, www.hobbistawebshop.hu. Nagyon köszönjük! Miért tüntetnek? Tisztázzuk! Ez a státusztörvény dolog az amúgy egy érdekes kérdés, mert a státusztörvény még törvényjavaslat formájában sem létezik. Tehát egyelőre az úgynevezett társadalmi egyeztetés folyamata zajlik. Tehát ez törvénytervezetnek a tervezete, ami még el sincs fogadva. Ez a legfőbb kérdés, ez az örök vita, hogy akkor most halottakról lehet-e igazat mondani, vagy hát azt lehet. Fel lehet-e róni nekik hát a lehet, bűneiket. Csak most ne tapicskáljunk. De pontosan ezt akarom, hogy fel lehetne. Szerintem teljesen belefér az, hogy valaki attól, hogy meghalt. Nem mondom, hogy ráolvasni, el lehet mondani azokat, amivel nem értettél vele egyet, viszont én ezt ettől függetlenül nem tartom elegánsnak, és itt inkább hát, igen, én is a szépre emlékezem Vágó úrról, én kedveltem a műsorait. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Politikai Hobbista, és a változatosság kedvéért megint én ülök itt Jesse helyén. A kisparon viszont Gav Duncan, ennek még lesz jelentősége, Ambrózi Áron és Takács Áron. És kanapés kis hölgyünk nincs. Ma így jártunk, ugye. Az öltözőszak elriasztotta a kanapés hölgyünket, ezután is jobbulást kívánok neki. Tudtál egy ukránőt szerezni magad mellé valami ennyi. Olcsóbb? Ami viszont a bizottság döntött, hogy a dömping műsorvezetés az nem lehetséges, és erre úgy jártunk megint, hogy kanapés lányunk nincs, csak dömping műsorvezetünk. Úgy volt, hogy mész Afrikába, mit keresel még itt? Na mindegy, folytassuk, ne ízéljük el az időt. Amink viszont van, az egy nagy hatású forradalmunk, méghozzá napi szinten, amit hát hogy is mondjak, igazából egyre érdekesebb fordulatokat vesz. Na de, ugyebár előfordul, hogy tévedünk, és ilyenkor ezt be kell vallani. Korábban úgy spekuláltunk, illetve arra következtettünk az amerikai nagykövetség és Samantha Power, az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségének vezetőjének mozgásából, hogy szivárványos majdant akarnak kirobbantani Magyarországon. Aztán kiderült, hogy mégsem. Tanárdiák majdant akartak kirobbantani, vagy tanárdiák majdant akarnak kirobbantani a sok-sok könygázzal lefújt csillogó szem és az oktatásért nagyon aggódó, haladó politikusok kerítésre rengatása közben elszenvedett hatalmas, 10% túlgyúló sérülései fogják kirobbantani a Szent György téri forradalmat. Hát ugye Marxnak van ez a zseniális mondása, hogy az, ami először tragédia, az másodszor a komédia, az ugye Napóleon 1 meg Napóleon 2-re vonatkozott, nem Napóleon 3-ra vonatkozott, bocsánat. De hát ugye ez a szivárványos forradalmak már végsöpörtek Észak-Afrikán, meg Közel-Keleten, meg tőlünk keletre is, és mire elérkezett hozzánk, ez már nem egy komédia, ez valami meg a komédia, tehát nem bírom nem észrevenni a különbséget, például a tömeget alkotó egyének lélek számát első körben. Itt meg mi volt? Tompos Ádám vezette... Tompa! Az biztos, hogy Tompos Ádám? Biztos, hogy Tompa, az biztos. Biztos. Hát ő vezette rohamra a gimnazisták és a balos politikusok armadáját, akik be akartak törni a Karmelita kolostorba, majd hatalmas vereséget szenvedtek, 22 darab könygázzal és erős karral, bocsánat, könygázzal és erős kordont megtartani képes karral felszerelt rendőrtől. Azt el kell mondani, Ádám, hogy én tegnap a kupadöntőn voltam a tüntetés, hát nem pont idejében, de aznap. És? Hát a Puskás Aréna körül a 22 rendőrhöz képest, nem tudom,
körülbelül 500 rendőr volt, úgyhogy hát azért nem mondanám, hogy a Zete és a Budafok szurkolói várhatóan összecsaptak volna, de a Vargyar rendőrség is inkább a kupadöntőre koncentrálta az erőket, és akkor Budafok meg a Sötét Zala ultrák. Valahogyan tudtak, az éreztek. A baj, hogy nem érted, nem érted. A világ az majdnem annyira fel van háborodva most az a tüntetésen, mint amikor ismeretlenek tüzet nyitottak a Majdan téri tüntetőkre. Tehát ha valamikor, akkor ez lesz az a pont, amikor Pest népe utcára vonul felháborodásában. Amúgy én itt fogtam gyanút, mert hogy az amcsik, az amerikai demokraták mai napig úgy kezelik a Kapitólium úgynevezett ostromát, hogy az egy államcsin kísérlet volt, vagy lázadás, és több ezer ember mai napig bűnvádi eljárás alatt van, akik részt vettek abban, vagy legalább a környéken voltak. Trump meg ugye felbújtóként az még az a vád, amivel nem sokára azzal is szembe kell nézni. És akkor azon gondolkodtam, hogy akkor Magyarországon az amerikai nagykövetség meg miért szeretné, hogy a Karmelita kolostorba betörjenek a gimnazisták. Mert az más. És akkor rá kellett jönnöm, hogy nem, hogy teljesen vakon vagyunk, hanem ezt igazából Brüsszel finanszírozza. Mert ugye a Momentum az nem Amerikában, az Brüsszelben van bekötve, meg a gimnazisták is oda, tehát a Pajkos Lili, meg a izé. Tehát... Egyik kulcsom, másik el. Pajkos Lili még egy darabig gimnazista lesz, ugyanis szerint... kiderült, nem érettségizhet a sok hiányzás miatt, bár nem biztos. Hát, majd, majd az alternatíva, meg izé, a Waldorf majd iskolában. Pót zsírkétázik egyet, és akkor izé megkapja rögtön a diplomáját. Na, szerintem az egész izé tüntetés, meg hőbörgés arra ment, hogy a Tompa Ádámot elvigyék a rendőrök, és akkor lesz itt majd egy EP-ben egy meghallgatás, ahol majd ájuldoznak a megrökönyödöttségtől. Magyarországon ellenzéki politikusokat tartóztatnak le a rendőrök, ezért ki kell rabolnunk az országot, sajnos. Tehát erre megy ki a játék. Tehát ez most nem az amerikai pucs kísérlete, hanem a Brüsszelnek a tolvajlási kísérlete. Egyik kutya, másik. Ez most egyértelmű, tehát ez teljesen egyértelmű, de most ha megnézzük ezt az egész nagy forradalmat, itt mire megy ki, de most tényleg, úgy megkimennék és megkérdezném ezeket a diákokat, hogy akkor ők most tényleg tehát mit szólnának ahhoz, hogyha valaki úgy jutna hatalomhoz, hogy betör az épületbe, és átveszi a miniszterelnök székét. Tehát, hogyha ez most nem ők csinálnak és megtörténik, akkor ők mit szólnának ehhez? Mert erre én még nem kaptam. Meg ez vajon sikerült? Tehát emlékszem, Kai Jakab Péter a parlamentben beült Orbánnak a székébe, és ő lett a miniszterelnök? Jakab Péter behordta a parlamentbe a fél Lehel piacot. Aztán még egy paprikás sem tudott normálisan megfőzni. Na de. Tehát... Paprikás krumplit. Maradjunk a... Nem tett bele paprikát, igen, konkrétan rizsát. A paprikás krumpliból kimaradt a paprika, igen. De különben más nem nagyon baszott. A Jobbikból meg a Jobbik, tehát hogy most akkor... Tehát miért tüntetnek? Tisztázzuk. Ez a státusztörvény dolog az amúgy egy érdekes kérdés, mert a státusztörvény még törvényjavaslat formájában sem létezik. Tehát egyenlőre az úgynevezett társadalmi egyeztetés folyamata zajlik. Tehát ez törvénytervezetnek a tervezete, ami még el sincs fogadva. És a tanárok mindenféle hosszú hétvégeket töltenek a Nemzetvédelmi Egyetem nagy előadójában, hogy a BM életékeseivel széttárgyalják az ügyet. Most a tanárok hivatásrendi státuszát rendező törvényszövege még folyamatosan változik. Tehát a beérkező javaslatok alapján a dühöngés, tehát innentől kezdve nem csak céltalan, de egyszerűen hamis is. Na de egy másik fontos téma. A múlt héten elhunyt Vágó István, és hát úgy tartjuk méltónak, hogy megemlékezzünk róla, mert tehát Vágóra még azelőtt is lehetett mondani, hogy igazi megosztó figura, mielőtt nyíltan beállt volna Gyurcsány Ferenc pártjába. Tehát már azelőtt is, hogy Kurz fogalmazott, olyan volt, mint a mazsolat. Vagy kedvelték, vagy nagyon nem szerették. Szóval olyan volt, mint Kurz. Itt azért egy csomó minden, mint a mazsola. Hogy érzem, nálad az utóbbi vagyok most? Én nagyon olyan szeretem. Vagy Kurz, mint a mazsola. Aha, köszönöm. Kicsi és sokan nem szeretnek. Elég vidám nekrológ lesz ez. Folytasd, de. Jó kezdet. Beszélgessük Vágó és úrról. Ki is vagy szárítva már. Na jó, a napon hagytak. Jó, de tényleg beszéljünk Vágó István, mert azért akár... Ha megkérdezel most egy embert, tudsz, hogy Vágó István, nem azt fogja mondani, hogy DK politikus, hanem azt fogja mondani, hogy kvíz professzor volt. Azért ő volt az ember, aki nélkül a magyar televíziózás nem lenne az, mint ami ma. De azért nagyon sokakat formált erre. És az, hogy az elmúlt pár évben mit csinált, azt nyilván tehát nem fogja neki senki elfelejteni, ettől függetlenül. Azért az egész életművét nem ezt teszi ki. Azért van egy olyan komoly életműve, ami meghatározta teljesen az egész országnak a gondolkodásmódját. Szerintem nem.
Nem? Szerintem tök mindegy. Mióta ért az országban? De az egész korai, nem tudom, az utolsó, nem tudom, x évben, nem tudom, tökre tette mindent. Senki nem fog emlékszni, nem tudom, mi volt előtte, mindig, ja, igen, az tökéletes karrier volt, nem tudom, x évig ott volt az a tévében, aztán jó, beleléptel a szarba, jó, akkor viszontlátásra. Ennyi. Hát én úgy vagyok vele, hogy van egy csomó nem politikai nem feltétlenül érzékeny ember, aki nem fogja követni vágónak a politizálását, hanem azt fogja nézni, hogy ő a legyen ön is milliómosra fog emlékezni, meg az előtti műsorokra, még a régebbi generációra. Jó, figyelj, nem tudom, mindenki nem tudom, emlékszik a Bruce Willis, nem tudom, régi jó filmekben, de most már nem tudom, utoljára mit látunk, hogy szegény. És akkor mit emlékszünk? Arra. Nem ezt, hogy nem tudom, milyen kurva jó filmek voltak, Rod és Béla. Mindenki tudja, hogy nem tudom, tök jó gitáros volt, mit marad a fejünkbe? Ez, hogy egy abszolút alkoholista, nem tudom, kiesett a máján, nem tudom, a hasából, és akkor ez szép. Hát nem egy szép látvány volt. Jó, hát én még mindig kicsit szegény Egerszegi Krisztina jut eszembe, amikor 2002-ben fölmert ülni ott a pulpitussal a Kossuth téren, és akkor hirtelen a balliberális oldal rájött, hogy hát tulajdonképpen ez a nő sosem tudott úszni. Tehát úgy, hogy már megszáradt, mire a második beért, ugye a szélba kb. Úgy úszott, amikor aktív versenyző volt, de hát ott hirtelen, mivel kiderült, hogy fideszes, így ezt a tulajdonságát elvesztettem. Igen, én értem. Úgyhogy szerintem így ne... Szerintem... Nem esnék át én se a lomásik oldalára, hogy csak azért, mert nem értünk vele egyet, vagy nem értettünk vele egyet politikailag, azért most elvitatjuk az előző. Mondjuk, hogy volt egy ilyen kultúrát diktáló énje a vágó úrnak, vagy egy műveltségi, hogy mondjam, amit villantott az országnak, hogy ilyen egy művelt ember, vagy ezt hívjuk általános műveltségnek, és ez sokaknak amúgy nem tetszett, ugye. Nagy kedvencünknek például a Puzsérnek se, mert hát azért megnéztem volna a Puzsért egy vágóvetélkedőbe. Kit néztél volna meg? A Puzsért egy vágóvetélkedőbe. A Puzsarat. Puzsarat, bocsánat, igen. Tehát én megnéztem volna, hogy ott mit nyújt, hogyha tudjuk, hogy mire képes mit, a múlt mit, mit én elmondom, nélkül. Mit jutott volna. Kérdezz bármit, kérdezz valamit. Mennyit ég? Hány liter kerozint fogyaszt egy Airbus maximális fogyasztáson, Ádám? 1 milliót. Másodpercenként. Nem érdekel. Nem minden, mennyit fogyaszt. Nem az a kérdés, hogy mennyit fogyaszt. Értsd meg, hogy nem az a kérdés, hogy mennyit fogyaszt, hanem hogy fogyaszt. Há, ilyenkor ez egész, amikor meg behívod, akkor meg tök jóba vagytok. Meg jó, elbeszélgetek. Figyelj, én... Nem szembesíted rá. Hát mert nagyobbnál a fél tőle. Te nem vágod a Puzsérnak az éjét, amikor... Teljesen kultúrált beszélgetést nem, csak le Puzsérral. Így vágó kapcsán, én nem akarok most hogy munkóskodni, meg tiszteletlen lenni. De jaj, de is most vagy, de. Na, mehetek, bocsánatot kérni. Nem, de csak én azt sajnálom egyedül, hogy mivel egy tragikus hirtelenség elhúnyt, így nem fejeződött be a Mező Gáborra való vívása, mert ez még számos szórakoztató fordulatot tartogatott nekünk a közönség számára, és akkor kicsit én úgy éreztem magamat, mint a... Most így hirtelen kerestem, csak nem találtam meg, aztán nyilván már öreg vagyok, hiszen én is nem emlékszem a nevekre meg a szereplőkre, de volt egy ilyen klasszikus világvége jóslat, amikor bejelentették, hogy nem tudom én, 1614-ben lesz vége a világnak, mert az Antikrisztus, a német-római császár azt el fogja hozni, csak hát a megnevezett német-római császár az orvul meghalt a világvége eljövetel előtt, tehát nem sikerült neki elhoznia, és én kicsit így voltam vele, hogy mit a szegény Mező, meg a Vágó Gábor, Vágó István. Vágó Gábor is van, de azt igen, most ne keverd, igen. Végre összecsapnak azon, hogy ki is volt Impextes, meg mi volt az a televíziós múlt, meg ilyenek, és akkor hát akkor döntetlen. Vágó okosabb volt annál, hogy ne tudná, hogy a saját múltjában a Mező jobban képbe van, mint ő. Tehát az... Igazából ez a legfőbb kérdés, ez az örök vita, hogy akkor most halottakról lehet-e igazat mondani, vagy hát azt lehet. Fel lehet-e róni nekik hát a lehet, csak most ne tapicskáljunk. De pontosan ezt akarom, hogy fel lehet, mert szerintem teljesen belefér az, hogy valaki attól, hogy meghalt. Nem mondom, hogy ráolvasni, de el lehet mondani azokat, amivel nem értettél vele egyet, viszont én ezt ettől függetlenül nem tartom elegánsnak, és itt inkább hát, igen, én is azt szépre emlékezem Vágó úrról, én kedveltem a műsorait, meg egyébként szerintem ő sem volt egy ilyen tenyérbe mászó figura, mindenki azt mondta, hogy akit nem kedvelt, azzal szemétkedett így a műsorba, érted, hogy mondjam, tehát akit beült vele szembe. Lemazsolázta ilyen. És egy kicsit érezte, hogy hát azért ennek az emberek nem igazán van egy műveltségi vetélkedőbe helye, azzal úgy szemétkedett, de ez most így rendben van, tehát ez valahol érthető, tehát hogyha egy műveltségi vetélkedőbe azt számít, hogy ki mit tud, meg ki milyen művelt, akkor nem kell tőle elvárni, hogy mindenkit szeressen és mindenkinek nyalizzon. Tehát régen a magyar tévében volt egy ilyen nagyon rossz referencia, hogy
hogy a műsorvezető azzal próbált bevágodni a nézőknél, hogy mindenkivel jobb akart lenni. De nem, az mindenhol és ez nem, van. Igen, ez mindenhol van egyébként. Ez egyáltalán nem működik szerintem. Sokkal szerintem egyszerűbb, hogyha mazsolának hívja őket. Igen, szerintem sem működik az, hogy mindenkivel jó fej legyél, mert valakiket egyszerűen nem kedvelsz, és azzal nem... Tehát legyél egy kicsit természetesebb annál, hogy mindenkivel erőltetetten próbálsz kedves lenni, vagy jó fej lenni. A másik oldal ennek a Havas Erik, aki aztán sose próbált senkivel se jó fej lenni, és hogy leszart. De ne keverjük ide Havas Erik. Baukó Évával próbált kedves lenni, de meg félreértette a közeledését. Van egy nagyon értelmes, meg tőlem szokatlanul értelmes zárszó kezdeményezésem, hogy ugye van ez a vonatkozó irányelv, hogy meg kell várni, hogy az adott híres ember meghalt, és akkor nem tudom, 15 vagy 20 év múlva lehet róla utcát elnevezni. Szerintem járjunk eddig egy gyalászkodással, és akkor várjunk 15-20 évet, és akkor majd gyalászkodunk majd Vágó István kapcsán. De mit is, miért gyalászkodjál? Hát kicsit itt öregkorára már elment neki is. De szerintem nem volt egy hihetetlen várjuk ki, várjuk ki az utcanév. Én nem hiszem, én szerintem ő tökéletesen tudta, hogy mit csinál és mit mond. Tudta, és hogy mit csinál, persze, csak nem hiszem, hogy ez csak nekünk tűnik úgy, hogy ő nem fogta fel, hogy Gyurcsánnyal állt össze. Ő nagyon is, tehát ő hát de miért ne fogta volna fel? Csak hát ő más gondolt a Gyurcsányról, mint mi. Ja. Most ez... Ha tetszett a műsor, iratkozz fel a YouTube csatornámra itt mellettem, hogy a többiről sem maradj le. Köszi.